Gosztonyi Szófia Anna, Happily Never After. Kényszerházasság. Ezelőtt álltam éppen. A 21. században ugyanez már nem szokás, de nekem sajnos keresztül kell mennem ezen. A szüleim gazdagok, és mindenképpen azt akarták, hogy legalább olyan vagyonos család gyermekéhez menjek hozzá, mint amilyenek ők maguk. Én pedig nem éppen abban a helyzetben vagyok, hogy ellenszegüljek az akaratuknak. Tudom, hogy ebből nem fog semmi jó kisülni számomra. Hozzámenni valakihez, akit alig ismerek, egy olyan ember helyett, akinek a szívemet adtam. Ez már régen nem egy tipikus happy end. Ettől függetlenül mégis reménykedem. Hogy miért? Mert nekem is van egy hercegem, aki megmenthet ettől a sok borzalomtól. Ő nem feltétlenül gazdag, nem egy álompali, és nem is csak a jó tetteiről híres. Ám nekem mindig is tökéletes lesz. Minden irónia nélkül mondhatom, hogy mellette beteljesült minden álmom. Az már más kérdés, hogy ezt mind tönkretette ez a hirtelen jött kényszerházasság. Anne, Kessen vagy már? Hallottam a leendő anyósom Brünnhild irritáló angol akcentusos hangját az öltöző ajtajának másik oldaláról. Még szükségem van néhány percre, szóltam vissza neki. Két percet kapsz, rikácsolta, majd távolodó lépteinek kopogását lehetett hallani. Lerogytam a legközelebbi pufra az öltözőben. Nem bírom tovább. Nagyon féltem. Arra vártam, hogy Viktor felhívjon. Egyszerűen szükségem volt rá. Hallani akartam az igazi párom hangját még egyszer, utoljára. Ám a hívás nem érkezett. Sem egy, sem kettő, sem öt perc múlva. Egy kis idő után kopogást hallottam az ajtón. Ani, bejöhetek egy pillanatra? Kérdezte egy hang, ami a legjobb barátnőmhöz tartozott. Persze, Ada, gyere nyugodtan, válaszoltam halkan. Nem kellett neki kétszer mondani. Egy fél pillanat alatt besúrant és bezárta maga után az ajtót. Kulcsra. Mi a fenét csinálsz? Ijedtem meg. Adél odarohant hozzám, hosszú, nyoszoljó lány ruháját maga után húzva. Legugolt elém és megszorította a kezemet. Ide figyelj! Tudom, hogy te ezt az esküvőnek nevezett hülyeséget a hátad közepére sem kívánod. Ezért van egy tervem. Mégis milyen tervet eszeltél ki? Kint van a pöffeszkedő jegyesebb egész familiája, nem beszélve a szüleiről és az őrökről. Ébredj fel, itt nem fog csoda történni! Kiabáltam rá a könnyeimmel küszködve. Végig hallgatnál? Nem válaszoltam, inkább bámultam az esküvői ruhám fodrait. Köszönöm. Nézd, Ani, tudom, hogy te nem szereted Nathant, és csak a szüleid miatt csinálod ezt az egészet, de én nem vagyok hajlandó végignézni, hogy a legjobb barátnőm egy feleségnek csúfolt lelki roncsként éli le az életét. 20 éves vagy az Isten szerelmére. Ha eddig az volt a terved, hogy Viktor felesége akarsz lenni, akkor vedd a kezedbe az életedet, és házasodj össze vele. Hogy tudnám lerázni Nathant és a parazitáit? Néztem Adél szemébe zavartan. Az bízz csak rám. Neked csak meg kell akadályoznod, hogy mindketten kimondjátok a boldogító igent. Kezdem úgy érezni magam, mintha egy filmben lennék. Parodizáltam ki a cseppet sem vicces helyzetemet. Majd nem nevetsz ennyit, ha akció közben leszel. Itt nincs se beugró, se semmilyen special effect, komorogott el. Jól van, értettem. Na, akkor elmondod, hogy mi a terved? Csak akkor, ha jól figyelsz. Csupa fül vagyok, mondtam, majd felkászálódtam a puffról, és minden figyelmemet Adélnak szenteltem.